Wow. Szia, Gergő, hogy vagy mi újság? Szervusz, köszönöm, minden rendben, nem igazán tudok nagy újságot mondani most veled. Mi a helyzet? Fú, hát. Öm... Végül is befejeztük a pakolást a bizonyos költözés után már végre. Most azért volt egy plusz hét szabadságom is, hogy egy kicsikét kikapcsolni, szóval most itt állok az új hét előtt, és ugrok fejest vissza a PHD munkámba. Diszertáció, írás még, adatok elemzése, kiértékelése, szóval vissza a munkába. Adtál magadnak valamilyen határidőt, hogy mikor akarsz vele kész lenni? Hát a terv az az, hogy meg kéne próbálni májusban beadni. Azt szerintem működőképes. Na hát azért ja. az még rengeteg idő. Meglátjuk. Remélem te is pihentél azért az utóbbi időben egy kicsit? Nem. <gül> <gül> Nálam ilyen nincsen, de igyekszem kikapcsolódni, főleg hétvégente kicsit olvasni, vagy sétálni egyet, hogyha jobb az idő. De hát Berlinről van szó, úgyhogy azért azt nem kell annyira gyakran számon tartani, hogy mikor olyan rendkívül jó az idő. <laughs> hát nem. Na, hát, és akkor mondd el nekünk, hogy milyen témát hoztál a mai epizódhoz? Én úgy gondoltam, hogy folytatnunk kellene ezeket az életrajzi témákat is, hiszen az ajánlások között rengeteg ilyet találtunk már, úgyhogy úgy döntöttünk Tündivel, hogy az elkövetkezendő hetekben azért néhány hetente elő fog fordulni az, hogy egy-egy híresebb tudósnak az életéről beszéljünk, és az egyik közvetlen ajánlás, az Mári Küri volt, mint, mint tudós asszony, és mint az a tudós, aki a világon először nyert el kettő darab Nobel-díjat. Az egyiket fizikából, a másikat kémiából, de azért ne rohantjunk annyira előre. Ugye Mariusz Kvadovszka kürire a rádium és a polónium felfedezése miatt emlékezünk, illetve azért is, mert nagyban hozzájárult a rák gyógymódjának a megtalálásához, illetve hát ugye kezelésének megtalálásához, hiszen e, ilyen közvetlen gyógymódot ugye nem ismerünk még minden egyes rák típusra. És hát azt kell róla tudnunk, hogy a kezdetek számára eléggé szerény körülmények között voltak. 1867. november 7-én született a lengyelországi Varsóban, és szegény iskolai tanítók öt gyermeke közül ő volt a legfiatalabb. Miután édesanyja meghalt és apukája már nem tudta eltartani, nevelőnő lett, és saját idejében olvasott, illetve tanult, hogy tudás szomját tudja valamennyire csillapítani, ezt a szenvedélyét pedig soha nem veszítette el. Igen, nagyon érdekes rögtön látni, én ezt sok ilyen híres tudós, amikor már beszéltünk életrajzokról korábban, vagy csak erről olvastunk, hogy mennyien, milyen nehéz körülmények között kezdik az életüket, és aztán, hogy mekkora eredményeket érnek el ettől függetlenül, ez szerintem sokaknak inspiráló. És ugye, mint ugye a tanári pálya a Marie Curie számára, ugye akkor még Mariás Svodovska, az egyetlen alternatíva, ami lehetővé tehette volna számára a függetlenséget, az, az sosem jöhetett neki szóba, mert pénzhiányban szenvedett a család, és ez megakadályozta abban, hogy hivatalos, felsőfokú végzettséget szerezzen. Amikor azonban ugye nővére felajánlotta neki, hogy lakhatna Párizsban, hogy egyetemre járhasson, megragadta a lehetőséget rögtön, és 1891-ben Franciaországba költözött. Azonnal be is iratkozott a Párizsi Sorbonne Egyetemre, ahol fizikát és matematikát hallgatott, tanult, és nem meglepő, hogy a tantágyak irányti szeretetét természetesen a tanulás iránti csillapíthatatlan étvágya azonnal meg is hozta számára. Igen, 1894-ben pedig ugyanitt Párizsban megismerkedett Pierre Curie-vel, egy ott dolgozó tudóssal, aki az egy évvel később feleségül is ment, ugyancsak ebben az időben vette fel a neve francia írás, mondja, tehát Maria helyett a Marit, és így lett a hivatalos neve, amit ugye most mindannyian ismerünk, Marie Curie, amit sokszor kiszoktak azért uh, egészíteni, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy hogy használta, hogy Marie Curie-ként használta, vagy Marie Skłodowska Curie-ként. Igen. Küriék egyébként a Párizsi Kémiai és Fizikai Iskola kutatói lettek, és ott kezdték meg úttörő munkájukat az urán által kibocsátott láthatatlan sugarakkal kapcsolatban. Ez egy új jelenség volt akkoriban, amelyet nem sokkal korábban fedezett fel Henri Becquerel professzor. Igen, ugye Bekerel nevét azt mi konkrétan csak már rögtön így, a, amikor visszaemlékszem egyetemi tanulmányainkra, és tanultunk radiokémiát, akkor konkrétan van egy radiokémia, egy radioaktivitás mértékegység, amit Bekerelnek neveztek el Bekerel professzor után. Így van. Ő volt az, aki kimutatta, hogy ezek a sugarak, ezek képesek áthatolni szilárd anyagon is, ködön vagy fényképészeti filmen, és a levegőben elektromosságot vezetnek. Ami ugye akkori ismereteik szerint rendkívül meglepő volt, mert ugye ez sok szempontból ellent mondott annak, amit addig korábban tapasztaltak, mértek, és hát ugye hogyan tud bármi áthatolni szilárd anyagon? Ez egy, ez egy ilyen kicsikét olyan, olyan világrengető kérdés lehetett szerintem. Igen, és Mary azt is észrevette, hogy az uránércet tartalmazó szurokföld nevű ásvány mintái sokkal radioaktívabbak, mint maga a tiszta urán elem. A további munka meggyőzte őt arról, hogy a kapott igen nagy mérési értékeket nem okozhatja pusztán az urán, a szurokföldben valami más is kellett, hogy legyen, mivel korábban még senki nem talált ilyesmit, csak apró mennyiségben lehetett jelen, és úgy tűnt, hogy nagyon-nagyon radioaktív. Ugye az, hogy radioaktivitás, Ebbe egy kicsit szerintem menjünk bele egy mélyebben, hogy, hogy mit is jelent. Tehát radioaktivitás esetében maga az atomoknak, az atommagja az, ami átalakuláson megy keresztül. Valami okból kifolyólag energiát kell, hogy kibocsásson, hogyha túlságosan nehéz egy atommag, nehezebb annál, tehát több atommagot alkotó részecske, tehát proton, illetve neutron van benne, mint ami stabil lehetne akkor például előfordulhat az, hogy alfasugarakat, úgynevezett alfasugarakat bocsát ki. Ezek gyakorlatilag hélium-atommagok, tehát viszonylag a, a részecske fizika szempontjából nagy tömegű részecske az, amit kibocsát. De másokból is lehet instabil egy atommag, ilyenkor előfordulhat, hogy elektronokat bocsát ki az átalakulása során, vagy az elektronnak ugye a a szimetria szempontjából a párját, a pozitront. Igen. Erről beszéltünk már anna az orvosi diagnosztikánál, hogy a PET, mint pozitron kibocsátási tomográfia, az egy rendkívül fontos és rendkívül precíz orvosi módszer, és bizony az is radioaktivitáson alapul. Aztán természetesen vannak még másfajta energiakibocsátási módok, például a gamma sugárzás, ami azért a legtöbb bomlást azt ugye szokta kísérni, Úgyhogy ö, nyilván innen már láthatjuk is, hogy ez nem csak egyfajta egyszerű, oké, okay, valami radioaktív vagy nem, de abból, hogy milyen sugarakat, milyen részecskéket tudunk ebből felismerni, befogni, detektálni, ebből még több információt kapunk. Igen. És hát ugye akkor visszamenve oda, amit az előbb mondtam, hogy. Ö, nagyon kis mennyiségben kell, hogy jelen legyen ez az anyag, mert hogy még nem állították elő, ez azt jelentett, hogy nagyon radioaktív, hiszen nagyon sokat sugároz egy adott rövid idő alatt, ezért meg volt győződve arról, Mari, hogy egy új kémiai elemet talált. Igen, ugye ez egy érdekes kis apró kitekintés ide, hogy az antianyag, ami sokszor ilyen szifikben, ilyen hú, az valami iszonyúan egzotikus dolog, hogy ö, találkozik az anyaggal, és rögtön kioltják egymást, ugye erről voltak ilyen nagyon izgalmas... Ö, Kevésbé vagy nem mennyire tudományos regények, filmek, egyebek az utóbbi évtizedekben, években. De antianyag az keletkezik tényleg radioaktív bomlás során. Pozitron az keletkezhet könnyedén. És még hogy ezt egy kicsikét jobban kontextusba rakjunk, amit nekem eszembe jutott, hogy hozzá tegyük, hogy ugye mitől is más a radiokémia a, a más kémiától, ha csak látunk, folyamatokat, hogy, hogy tényleg ugye összeöntünk, összeönt a vegyész a laborba kettő oldatot, és akkor, hogy mi történik. Ugye képzeljük el, hogy ugye mit is tanultunk az atomról még az iskolában, hogy van ugye középen az atommag, aminek ugye a folyamatai reakciói, hogyha ott történik valami, akkor beszélünk radiokémiáról, és ugye vannak az elektronok, az elektron felhő körülötte, ugye ilyenekre emlékezhetünk, hogy ha egy atom akkora lenne, mint egy futballpálya, focipálya, akkor az atom mag az középen egy kis tűhegynyi, vagy valami nagyon pici méretű lenne, ugye akkorák az arányai, és ugye ott ugye régen, régebbi atommodellek alapján ugye úgy képzelték el még korábban, hogy az elektronok ott keringenek az atommak körül ilyen nagy pályákon, mint ahogy ugye a bolygók keringenek a nap körül egy naprendszerben. Ugye ezt azóta már megtudtuk, ugye a kvantumfizika, a kvantumkémia az kidolgozta, hogy ennél sokkal bonyolultabb a kép, de ettől függetlenül azért mégis csak úgy messziről ránézve ez egy elfogadható képet ad nekünk, hogy hogyan képzeljük el az egészet. És az a normál kémia, amit ugye a laborban esetleg ott ugye oldatok, meg egyéb folyamatok, az ott az elektronokkal történik valami kintebb az atomban, viszont itt a radiokémia az oda az atommagra fókuszál legbelül. Igen, és hát azért nyilvánvaló, az ilyen analitikai módszereknél például meg akarjuk határozni, hogy egy adott mintában teszem azt, mennyi urán van, és tudjuk, hogy csak urán van benne, akkor kiválaszthatjuk azt a módszert, ami az urán által kibocsátott sugárzást tudja figyelni, és annak a sugárzásnak az erősségéből, illetve időegység alatt kibocsátott sugárzásból következtetni tudunk vissza arra, hogy mennyi urán van abban az anyagban. Tehát analitikai módszereket tekintve gyakorlatilag ugyanúgy mérünk, ugyanúgy mérünk mennyiséget, csak egy kicsit kerülő úton megyünk ennek neki. Igen. És öm, igen, tehát ugye Mária úgy gondolta, hogy egy új kémiai elemet talált, természetesen más tudósok kételkedtek az eredményeiben, hiszen azért az 1800-as évek végén jártunk, egy hölgy kutató dolgozta ezt ki a férjének a laboratóriumában, tehát azért ez rendkívül ellentmondásos <tosz> volt a kor ismereteinek, hogy ilyen történhet. Igen, de viszont Pierre és Marie együtt neki láttak, hogy ezt az ismeretlen elemet felkutassák, mert meg voltak róla győződve, hogy ezt érdemes tovább kutatni. És ugye ebből a szurokföldből mintákat vettek, azokat őrölték, savban feloldották, hogy ugye megpróbálják oldatba vinni, hogy elemezhető legyen jobban. És az akkoriban szokásos analitikai, kémiai technikák segítségével elkezdték szétválasztani a benne található különböző elemeket. És végül egy, az urán 330-szor radioaktívabb fekete port nyertek ki belőle, amelyet elneveztek polóniumnak. Ugye egy új kémia jelen volt ténylegesen, 84-es atomi számmal, ugye, ami megmondja, hogy a periódusos rendszerben hol foglalja el a helyét. Igen, és hát ugye a nevét honnan kapta a polónium, tehát ugye a különböző nyelveken is, ugye angolul például Poland, Lengyelország, tehát Mári úgy döntött, hogy szeretné szülő hazájáról elnevezni ezt az elemet. Igen. És aztán, amikor tovább vizsgálódtak, azt találták, hogy a polónium kivonása után visszamaradt folyadék még mindig rendkívül radioaktív, Rájöttek tehát, hogy a szurokföld egy másik új elemet tartalmaz, amely sokkal radioaktívabb, mint a polónium, de még kisebb mennyiségben van jelen. <síns> Igen, és aztán 1898-ban Küriék közzétették a ugye már gyűjtött erős bizonyítékukat, hogy itt van tényleg ez az újabb elem, amit rádiumnak neveztek el, de még nem volt mintájuk belőle, amit tudtak volna bemutatni, mert a szurakföld az rendkívül drága ásvány volt, értékes uránt is tartalmazott, és Máriéknak sokkal nagyobb mennyiségre lett volna szükség belőle, hogy értékelhető mennyiségben kivonják a, a rádiumot belőle. Így van, és ilyenkor mit csinál a tudós? Hát megkeres egy olyan üzemet, ami kivonja belőle azt, amit drágává teszi az adott terméket vagy az adott nyersanyagot, és aztán a hulladékterméket próbálja megvásárolni. Ugye felvette a kapcsolatot egy ausztriai gyárral, amely ipari felhasználásra eltávolította a szurokföldből az uránt, és több tonna értéktelen hulladékterméket vásároltak be, amely még az eredeti szurokföldnél is radioaktívabb volt, és sokkal olcsóbb volt. Ugye azt nem szabad elfelejteni, hogy azért az 1800-as években, ha jól emlékszem, akkoriban, az urán tartalmú kozmetikai termékek is rendkívül nagy sikernek örventek, hiszen a, a, hölgyek úgy érezték, hogy az urántartalmú arckrémtől sokkal jobb, bársonyosabb, ragyogóbb lesz a bőrük. Urántartalmú fogkrémeket használtak az emberek. Húf, a kérdésnek a gondolatától is ráz a hideg, és így vakarom az arcomat, mert nem akarok belegondolni. Igen, de tehát, hogy azért azt szerintem fontos megérteni, hogy ekkoriban az uránt azt még ugye nem atomerőművekhez használták fel, hiszen az atomerőművekhez szükséges fizika az majd csak az 1900-as évek elején kezdődött el ugye a kvantumfizika, mint olyan. Tehát, hogy, egy más oka volt a felhasználásnak. Ezek után, hogy megvásárolták ezt az értéktelen hulladék terméket, már neki látott a szurokérc feldolgozásának, hogy kivonja belőle a parányi mennyiségű rádiumot. Ehhez a korábbinál sokkal nagyobb léptékben kellett dolgozni, 20 kg tételekben kellett őrölni, oldani, szűrni, kicsapni, összegyűjteni, újra kristályosítani, akkor újra kristályosítani. Uff. Tehát ez számunkra tudjuk, hogy csak ezek a szavak akár egy hétnyi munkát is jelenthetnek Igen. egy 20 kg-os tétel esetében, ráadásul 20 kg-nyi követ őrölni rendkívül megterhelő dolog, hiszen akkor még ugye nem motoros őrlőkkel dolgoztak leggyakrabban. Igen. És itt ugye a munka azon kívül, hogy tényleg nehéz és fizikailag megterhelő volt, még olyan veszélyekkel is járt, amelyeket küriék akkor még nem ismertek. Ez alatt az idő alatt kezdték magukat rosszul érezni, és fizikailag kimerültek lettek. Ma már ugye ismerjük, hogy a sugárbetegség korai tüneteit ö, mutatták, és ennek tulajdoníthatjuk rossz egészségügyi állapotukat. Akkoriban ugye kitartottak a munka mellett, mert nem ismerték még a kockázatokat, gyakran kiszáradt és gyulladt kézzel, és tovább dolgoztak a, a durván erősen radioaktív anyagokkal. Igen, aztán 1902-ben Mári végül izolálta a rádiumot, rádiumklorid formájában, tehát só formájában, és atom tömegét 225,93-ban határozta meg. A felfedezésig vezető út ugye egyértelmű, hogy hosszú és fáradtságos volt. Viszont aztán ennek megtörtént, és megvolt a hozománya is, hiszen 1903-ban Marie és Pierre Henri Becquerellel együtt megkapták a fizikai Nobel-díjat a radioaktivitás terén végzett közös, bár külön-külön elvégzett munkájukért. Igen, és ugyanebben az évben Marie letette a fizikai doktori diszertációját is. Nem sokkal később azonban, 1906-ban már életét súlyos tragédia érte, sajnos amikor Pierre egy utcai balesetben meghalt, miután elütötte egy lovaskocsi, de azonban megfékezhetetlenül dolgozott tovább, és Pierre utódja lett a Szorbonni professzori székében, valamint ott folytatta az előadásokat, ahol Pierre abba hagyta őket. Így van, tehát elszántsága és figyelemre méltó erőfeszítései 1911-ben aztán, amit az elején már belengedtünk, egy második Nobel-díjhoz is elvezették, ezúttal pedig a kémia területén a radioaktivitás mérésére szolgáló eszköz megalkotásáért. Nem sokkal később a szorban megépítette az első rádiumintézetet két laboratóriummal, az egyikben Marie Curie irányításával a radioaktivitás tanulmányozására, a másikban pedig a rákkezelésének biológiai kutatására. Igen. Aztán az első világháború idején Marie Curie olyan kicsi, ilyen mobil, hordozható röntgenberendezések fejlesztésén dolgozott, amelyeket a harc tér közelében lévő sérülések diagnosztizálására, felismerésére lehetett használni. A Vöröskereszt radiológiai szolgálatának igazgatója volt, és ebben a szerepében bejárt a Párizst, pénzt, felszereléseket és átalakítható járműveket kért erre a célra. 1914. októberében elkészültek az első Petit curie ismert gépek, és már elindult a frontra. Az akkor 17 éves lányával, Irénnel együtt a frontvonalhoz közeli sebesülteket tisztító állomásokon dolgozott, ahol a sebesülteket röntgen felvételekkel vizsgálták, hogy megtalálják a töréseket, golyókat és repeszeket. Ugye a Marie Curie által kifejlesztett technológia, ez a Petit Curie eszközök, a technológia nagyon hasonló volt ahhoz, amelyet ma hospiszekben és különböző helyeken átvilágító készülékeknek használnak. Ez egy nagyon-nagyon nagy teljesítményű készülék, amely lehetővé teszi az orvosok számára, hogy mozgó képeket vizsgáljanak a testben, Például a szív pumpálását, vagy akár a nyelés mechanizmusát, ami ugye egy nem kis teljesítmény, hogy ezt elérjük. Mindenképpen a háború után már kutatóként, illetve tanárként dolgozott, és emellett laborvezető is volt, így folytatta a kutatási munkálatait. És számos díjat és kitüntetést is kapott, ezeket szerintem most ne soroljuk fel, de gyakorlatilag begyűjtette, amit be lehetett gyűjteni, emellett számos tiszteletbeli címet is kapott a világ számos egyetemétől. Aztán 1934. július 4-én, 66 éves korában, Franciaországban egy szanatóriumban halt meg. Halálának okaként aplasztikus perniciózus vérszegénységet jelöltek meg nála. Ezt lefordítva, ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy a munkája során évekig tartó sugárzásnak volt kitéve, és emiatt súlyos-súlyos vérszegénység alakult ki nála. Kettő lánya volt, ugye az egyikről az előbb tündi említést tett Irén, a másik pedig Év volt, Irén édesanyjához hasonlóan a tudományos kutatás területére lépett, és férjével, Fredrik Zsolióval együtt az atommaggal foglalkoztak, és együtt megkapták ők is a Nobel-díjat, ezért a munkáját, illetve a mesterség és sugárzás felfedezéséért. Emiatt aztán természetesen Irén is sugárzás okozta betegségben, ő leukémiában halt, meg 1956-ban, év pedig újságíró és író lett, ami még szerintem további érdekesség, hogy Irén lánya, aki elén volt, 1927-ben született, szintén az atomfizika területén futott be karriert, és a Párizsi Nemzeti Tudományos Kutatóközpont emeritus kutatója lett. Hát igen, nem véletlen, hogy egy ilyen kiemelkedő alak, illetve vagy hát, tudós pár, az mennyire inspirálta aztán az utódjaikat, hogy ők is ilyen pályára lépjenek. És hát ugye sok szempontból Marie Curie tényleg annyira úttörő volt abban, hogy női tudósként mit érhetett el. Tehát nem meglepő, hogy lányait, unokáit is inspirálta, hogy ők is folytathassák a tudományos pályát, ami még akkoriban, amikor ők voltak már felnőttek, még akkoriban sem volt annyira meg megszokott és elfogadott. Szóval abszolút én nekem ez egy ilyen érdekes kérdés, hogy milyen inspiráló lehetett egy ilyen alakot a családban látni. Mindenképpen, tehát azért Marie Curie személye a tudományban gyakorlatilag egyenlővé lett téve az egyik legnagyobb női tudományos példaképként, és rengetegen néznek fel rá ami szerintem érthető is, hiszen olyat alkotott önmagában, és sokszor egyedül, ami senki másnak nem sikerült még. És ugye, ahogy azt mondtuk is, Marie Curie volt az első ember, aki két Nobel-díjat is kapott, és rajta kívül csak kettő másik olyan tudós volt, aki tudományos témában kettő Nobel-díjat kapott, viszont mind a ketten ugyanabban a témában kapták, tehát John Bardeen volt az egyik, aki két fizikai Nobel-díjat kapott, a tranzisztor kidolgozásáért, illetve a szupervezetőkért, a másik pedig Frederick Zanger volt, aki az inzulin fehérje, mint kulcsfontosságú hormon miatt kapott kémiai Nobel-díjat, illetve a DNS Szekvenciájának a meghatározási módszeréért kapta meg a másodikat szintén kémiából. Um, tehát Marie Curie a mai napig az egyedüli olyan ember, aki mind kémiából, mind fizikából is Nobel-díjat kapott, és nincsen másik olyan a történelemben eddig még, aki kettő különböző tudományterületről kapott Nobel-díjat. Igen, ez egy lenyűgöző tény. És még amit egyszer addig korábbi részünkben említettünk, hogy I. és Gyula írt arról egy rövid szöveget, hogy még mielőtt ugye Marie curie és Pierre curie ma jelenlegi nyugvóhelyükre a kapitóliumban helyezték volna el, akkor ugye a radioaktivitásnak kitettségünk miatt, hogy annyit dolgoztak ezekkel a veszélyes anyagokkal, a testük még a haláluk után is hosszú-hosszú időn keresztül radioaktív maradt a mai napig, és abban a korábbi temetőben írta I. és Gyula, hogy lényegében egy Geigen Müller számlálóval meg lehet őket találni anélkül, hogy tudnánk, hogy hol van a sírjuk, mert hogy még adta ki magukból radioaktív sugárzást, és hát hiába, hogy ők nem tudták sajnos a veszélyeket, hogy milyen anyagokkal dolgoznak, de ezt is nekik köszönhetjük, hogy manapság már nem árulnak urántartalmú arckrémet és fogkrémet, amitől, mint ahogy mondtam, kiráz a hideg a gondolattól is, de hogyha bármelyikünk, tehát például ugye mi nekünk is volt radiokémia laboratóriumi gyakorlat, vagy bárki ilyesmivel dolgozik, tudj most már, hogy még a szükséges biztonsági előírások, amiket be kell tartani, hogy biztonságba tartsuk magunkat ilyesmitől, ami megnyugtató számunkra sajnálatos látni, hogy korábbi tudósok ezeknek a következményeikbe behaltak bele sajnos. Igen, és egyébként bár az, hogy ők ebbe belehaltak, ez még mindig nem tette egyértelművé azt, hogy a radioaktivitás mint olyan veszélyes lett volna, és a második világháború idején, amikor az amerikaiak Los Alamosban fejlesztették ki az atombombát, akkor ott kutatások folytak. Azt hiszem, hogy egy hölgy nő vezette azt a kutatást, akinek a férje magán az atombombán dolgozott, ő pedig biológus volt, és azt figyelte meg, hogy a növényekre igen káros hatással van a radioaktív mosó folyadék, amit ugye gyakorlatilag a laboratóriumban felmostak, aztán kiöntötték ott a gyepre, vagy ilyesmi, és azt vette észre, hogy bizony-bizony azok a növények igen erőteljesen pusztulnak, és a második világháború után kezdtük azt ténylegesen elfogadni, hogy nem feltétlenül jó dolog az, hogyha valaki ilyen nagy energiájú sugárzásnak van kitéve. Hát igen, ugye ez egy hosszú, most már történelemmel rendelkező tudományterület, sok jó és sok kevésbé jó ponttal a történelemben. De összességében azért azt mondhatjuk, hogy tehát Marie Curie egy rendkívül inspiráló alak volt. Szerintem nekem is és sok más tudósnak, női tudósnak vagy nem női tudósnak mindenkinek inspiráló lehet, hogy szerény körülmények közül is hogyan föl lehet törni, és mint ugye más tudósoknál is láttuk, hogy kemény munka kell hozzá, de, de lehetséges volt sokak számára a szerencsére, és hát reméljük, hogy ugyanolyan inspiráló Marie Curie személye a hallgatóink számára is, mint ahogy nekünk. Ha ezzel kapcsolatban maradtak bármi kérdéseitek, akkor szokás szerint várjuk őket szeretettel a megszokott útvonalakon, Facebook oldalunkon, vagy e-mailben a lyukasóra.tudományból kukacgmail.com e-mail címre, illetve várjuk továbbra is téma javaslataitokat. Ugye ez is egy olyan rész volt ma, ami egy kérés javaslat alapján készült, és hát ugye, mint ahogy említettük, fog jönni a következő hetekben, hónapokban több ilyen hasonló tudós életrajzi epizód, mert, mert inspiráló számunkra, hogy hogy szokták mondani a kifejezést, hogy kiknek a vállán állunk a mai életben, Így mint van. tudósok. Szóval várunk vissza titeket, sok szeretettel a jövő héten is. Így van, sziasztok! Sziasztok! Mm.